rátérünk az ellenállás és az élettel kapcsolatos dolgokra. Resilience annyit tesz, hogy leesünk és nem fogunk sérülni. Hasznos, rásereknek hasznos mindenképp. Vagy azoknak, akik különleges útvonalakat használnak és lefölmászkálnak, ugrálnak, stb. Azoknak hasznos, én szoktam speciál használni, mert rás beállítottsága játékos vagyok. Ez fölér a régi Jaggernettal egy kicsit, hogy úgy mondjam, csak megfordították, gyorsabban gyógyulsz, nem többet kell lőni beléd, csak gyorsabban gyógyulsz. Meg ICU erre való, nem tudom, azoknak való, akik félnek, hogy mindig lelövik őket, és random gólokat kapnak. Különösebben semmi extra. Fókusz nem rossz dolog, ajánlom csipásoknak, vagy azoknak, akik gyakran belefutnak, vagy azoknak, akik egyszerűen csak lassabban reagálnak dolgokra. Igen, igen, azt hiszem, hogy ez így jó. Tehát ajánlom csipásoknak, miért ajánlom csipásoknak? A rásrebb csipák, akik néha-néha belefutnak egy gépfegyveres ellenfélbe, és eltalálja őket egy-két golyó, akkor ha rácéloz, kevésbé rántja le a fegyvert, a csipár, tehát a kevésbé rántja le a fegyveredet az ellenfélről. Tehát ez gyakorlatilag azt csinálja, hogyha beléd lőnek, akkor a fegyvered kevésbé rántódik el a célról gyakorlatilag, és ez azért ajánlom csipának, mert szorult helyzetben vagy gyorsan kell célozni, és már eltaláltak, akkor még lehet esélyed eltalálni a tagot. Azoknak ajánlom, akik kevésbé lass, kevésbé gyors reflexekkel rendelkeznek, vagy még nagyon zűrzavaros nekik a játék, mert ha elkezdik őket lőni, de még pont visszalőnek, még van esélyük megúszni gyakorlatilag azt, hogy lelőjék őket. Tech Resist az annyit tesz, hogy Stun, Flash, EMP-re gyakorlatilag hatástalan rád. Blast Shield, régi perk, gyakorlatilag a robbanyagok szinte hatástalanok rád. Mindenki döntse el maga, hogy használja ezeket. Például a Blast Shield Domination-nél jó, mert a különböző pontokhoz gyakran mennek robbanó anyagok. TDM-nél például már jó a Tech Resist, meg mert ott előszeretete használják a különböző vakító, meg lelosító dolgokat, és ott nem rossz például. Equipment, ugye rátérünk a felszerelésre, extra taktika, gyakorlatilag itt kapsz egy ezt a taktikai eszközt, Stun Grenade, Flash Grenade, Recon, stb. Ilyeneket kapsz. Extra lethal, annyit tesz, hogy kapsz egy extra robbanó anyagot, és íme itt van a perk, ami szinte egy nagyszerű találmány, ami kihelyettesíti a scavengert számomra. Az annyit tesz, hogy maximum lőszer kapacitással indítod a játékot, magyarul 90 és 120 között fog lenni a lőszered, ami elengedhetetlen, ha magas killstreakért mész, vagy így megengedheted magadnak gyakorlatilag, hogy mellé is lőj időnként, mert van lőszered bőven, és magas killstreakeket is meg tudsz szerezni bőven, és ezáltal ki tudod váltani a scavengert, ez megéri. Én ezt szoktam használni minden helyzetben, kivéve mondjuk egy estében, ott gyakorlatilag szükségtelen. Search and Rescue-ban is, mert olyan sokáig nem tart a játék, de amúgy talán Blitzben is elengedheted ezt a perket, de én szoktam, szeretek sok lőszerrel indulni, mert néha mellé lövök, és ez hasznos. Extra attachment szerintem kifejezetten hasznaveltetlen, hogy még egy kiegészítőt tegyél a fegyveredre, gyakorlatilag szerintem ez 3 pont ér, ez felejtős. Danger Close, imádjuk ezt a perket MV2 óta, ha ellenünk használják, akkor azok kapják be, ha én használom a világ legjobb perkje, ha robbantós vagy GL-ezős, stb. Próbált ki, elképesztően nagy élmény, hogy mennyire hatékony ez a perk. Nagyon örülök, hogy 4 pontra rakták ezt, tehát 4 kockányi helyet foglal el, mert egy köcsök perk, és jó helyen van, hogy 4, én 6-ot is adtam volna neki, és így aztán kevésbé fogják használni, de noobtuberok szeretni fogjátok és használjátok ezt. Rátérünk az elitre, a gambler, ez az a perk, ami hasznos is, meg nem is, mert akkor hasznos, és akkor szoktam én például használni, hogyha
berakok mondjuk egy ilyen összeállítást, és azt mondom, áj, ezek a perkek nekem tökéletesen megfelelők, mi az Istent rakjak még be, mi az Istent rakjak még be, á, nem tudom mit rakjak, berakok egy gamblert, és akkor bármelyik perkel beszponolhatok a játékba, hogyha leülnek, tehát akármelyik perket megkaphatom, és ilyenkor hasznos a perk, amikor már nem tudod, hogy mit rak be, mert a fő perkeket beraktad, és akkor egy gambler tökéletesen megfelel. Következő, hardline mindig hasznos, egyre kevesebbet kell lőj ahhoz, hogy megszerezd a killstreaket, továbbá minden második assist felszámít egy killnek. Mikor hasznos ez, amikor magas killstreakekre mész úgy általában, akkor jól tud jönni. Amúgy, ha jó játékos vagy és kezdesz egyre jobb lenni, akkor lassan-lassan is felejtheted. De eleinte, vagy ha nagyon magas killstreakre mész mondjuk egy nukra, vagy egy lokira itt, akkor rendben van. Akkor kell is, én azt mondom. Ping, ezt mondtam, hogy ez egy hasznos per taktikus játékosoknak, akik egy kicsit lassabban szeretnek játszani, netán még csipásoknak is, de inkább nem. Döntsetek el ti ebből a szempontból, hogy miért hasznos, mert ha lelősz valakit, egy kis szonár keletkezik ezáltal a radaron, és látni fogod, hogy a közelébe az ellenfélnek volt-e más ellenfél, hasznos tud lenni gyakorlatilag SD-ben, ugye, főleg az elején, továbbá azt hiszem Blitzben is én jó használt vettem, így Domination, szóval így általánosan összes játéknál hasznos tud lenni, ha egy taktikus játékos vagy, akkor szerintem két kockáért ez megéri, de ezt úgy használt, hogy döntsd el, hogy éppen milyen kedved van, hogy szeretnél játszani, mert ha rásolsz, akkor más perkeket javaslok, de ha taktikus napod van, akkor ping szerintem nagyon jó döntés. Overkill, két másodlagos fegyver, én azt mondom, hogy Code 4 óta ez haszna vehetetlen az overkill, de viszont itt Code Ghostban már újra hasznát lehet venni, mit csinál ez? Két elsődleges fegyvert használ, az Code 4-ben miért volt ez hasznos? Azért volt hasznos, mert csipánál egy elsődleges fegyver sokszor életmentő tudott lenni. MV2-nél már hasznavehetetlen, még megjelent a G18, gyakorlatilag MV3-nál dettó ugyanúgy ott voltak a kis mini gépfegyverek. Black Ops 2-nél nem is emlékszem, volt ez a Black Ops, de igazából hasznavehetetlen volt az overkill, nagyon sokáig itt már újra akcióban van, hogy úgy mondjam, és aki nagyobb biztonságot szeretne magának, akkor két elsődleges fegyverrel mászkálhat, mikor hasznos ez csipásoknak kifejezetten hasznos, hogy gépfegyvered van és nem egy KP-d. Netán, ha magas killstreakekre mész, akkor is hasznos lehet, mert két elsődleges fegyver dupla annyi lőszer, de amúgy 3 pont és szerintem ha nagyon biztonságot akarsz magadnak, akkor berakod. Dead Eye, hogy 5 pontosnak kellene lennie, nem. Mit tesz a Dead Eye? Egyes golyók magasabb sebzést tartalmaznak, és ezáltal életmentő tud lenni a pályán. Erről fogok készíteni egy külön videót, és elmagyarázom, és hogy megértsétek, hogy működik a Dead Eye pontosan, de ez aféle régi stopping powernak felel meg, gyakorlatilag erősebbeket lősz tőle, de nem minden golyó, csak egyes golyók, és el fogom magyarázni, milyen százalékos arányban működnek ezek a golyó, ez a lövés és golyó dolog. De ez 5 pontért, mindenki el fogja dönteni, hogy megéri-e neki, és egyben a legdrágább is, azt hiszem 20 ilyen squad pointsba kerül, így gyakorlatilag el lehet dönteni, hogy nektek ez jó-e vagy sem. Na most, következő fejezet, rá fogok térni arra, hogy én például milyen fegyverbeállításoknál, vagy milyen stílusú játéknál, milyen perkeket használok. Jöjjön például elsőnek Assault Rifle, gyakorlatilag ST-2010, teljesen mindegy, jó lesz, és ez egy rush beállítottságú fegyver lesz. Mit figyelek én a fegyvereknél? Gyakorlatilag a sebzést és az accuracy-t, és hogy mennyire pontos a fegyver, mivel hogy ennek a fegyvernek kevés a damage-e, berakok egy muzzle breaker, és ezt a fegyvert én például Red Dot Sight-ot szeretem használni, mert nagyon kellemetlen szerintem az Iron Sight-os célzója, és ezáltal jobb szeretem használni.
a Red Dotot. Ha úgy érzed, hogy jobban rágyúrnál az Accuracy-re, akkor Under Barrel. Én úgy vettem észre, hogy ez a három összeállítás, vagy ez a kettő összeállítás kifejezetten hasznos általánosan fegyvereknél. Amit még ajánlok kipróbálásra, és nézzetek meg, hogy tetszik-e, az a semi-automatic, mert gyakorlatilag minden kivételnek minden Assault Rifle két golyós gyilkoló fegyverré csinál, de tényleg, ha pontosan eltalálsz két golyó melka csípőtől fölfelé, az halni fog az az ellenfél, ezt érdemes kipróbálni, én már megtettem. De ez a kombó, a Muzzle Break és Underbarrel, ez mindig hatékony. Ha kellemetlen a fegyvernek az Iron Sight-os célzója, akkor Red Dot Sight. Gyakorlatilag. A többit mindenki próbálja ki, tapasztalja ki, hogy szeret is, hogy nem. Nos, oké. Ez lenne mondjuk ugye egy rásolós lényeg, történet, valami. Még beszoktam rakni egyébként a Silencert is, hogyha nagyon rejtőzködni akarok. Jöjjenek a perkek, mert végül is perkes adás. Mit rakok be én egy rásnál? Lássuk csak. Weapon ready, fast after sprinting. Tehát fontos az, hogy ha, mivel rásolok, sokat futok, így aztán gyorsabban kell céloznom. Ez be van. Rakva elengedhetetlen, gyors kéz elengedhetetlen, gyakorlatilag takedown, mint mondtam, az egyik leghasznosabb perk, én azt hiszem, számomra elengedhetetlen, mert én mindig számolok azzal a játékossal, aki legalább annyira jól játszik, mint én, vagy jobban. És mit tudunk még berakni? Dead Silence. Elengedhetetlen egy komoly rásoló résznél, és akkor itt már el lehet dönteni, hogy steady aim, gyakorlatilag nekem ezek a fő perkek, hogy steady aim-et akarok szorult helyzetekre, vagy például egy resilience, mert olyan útvonalakat is szoktam választani, ahol gyakran ugrálok, és akkor még adhatok egy extra tactical equipmentet, vagy helyből egy gamblert, és akkor megvan oldva a dolog. Mit tudnék még ide belőle, maratont nem annyira, mert ha rásolok, akkor inkább nem futok folyamatosan, hanem ott futok, ahol szükség van rá. Agility semmiképp sem. Reload by sprinting például hasznosan tud jönni itt is, és akkor már végképp berakok egy resilience-t. És ez lenne egy azt mondom, egy rás perk összeállítás, de a fő perkek a ready up, slate of hand, takedown és dead silence. A többit már eldöntött te magad, hogyan szeretnéd. Jöjjön a kevésbé rásolós perkek, legyen mondjuk az egy light machine gunos megoldás. Mire figyelünk light machine gunnál? Gyakorlatilag itt is figyelünk a damage-re és az accuracy-ra, ezek fontosak egy light machine gunnál, de amint én észrevettem Call of Duty Ghost-ban, nem csak Ghostban, az összes kódban grip, ahol található grip, elengedhetetlen a light machine gunnál, mert nagy a golyószórás, de Call of Duty Ghostban az extra rapid fire-t, kérem szépen, tessék kipróbálni, csodákat fog tudni művelni, és nagyon rá tud segíteni a célzásnál is. Szóval rapid fire, ajánlom szeretettel mindenkinek, és ez lenne a defenzívebb fegyver, és akkor lássuk a defenzívebb játékot. Mehetünk helyből teljesen defenzívre is amúgy, és akkor tessék, beállítjuk ezeket, de mi kell ehhez? Én azt mondom, hogy gyors kéz elengedhetetlen, quick draw, fast aiming szinte elengedhetetlen, ezek gyakorlatilag a főperkek. Én igazából nagyon mást be se raknék, de mivel hogy van lehetőség, akkor használjuk ki, és rakjunk be valami érdekeset, például egy pinget, hogyha úgy adódik, és akkor gamblert, mert hogy tök mindegy, ez a kettő után már tök mindegy, hogy mit rakunk be, hogy úgy mondjam, de ICU, na, teljesen mindegy, hogy mit rakunk be, hogy őszinte legyek. Tényleg, steady aim kifejezetten hasznos, és akkor legyen egy
Gambler, tessék is bármelyik perket is úgy be. De ez lenne a három fő perk egy védelmisebb beállítású játékoknak. Miért? Gyorsabban célzunk, gyorsan töltünk újra, és szorult helyzetek is előfordulnak Call of Duty-ban, és akkor nincs már idő szemhez emelni a fegyvert, így aztán lövünk reflexből és golyószórás megállítva. Így aztán ezeket ajánlom például egy defenzívebb című történeteknél, és a Rapid Fire lesz az, ami segít abban, hogyha netán egy erősebb, gyorsabban lövő fegyverrel szaladsz szembe, akkor legyen esélyed. Nos, ez lenne egy defenzívebb perk összeállítás, gyakorlatilag mondhatnám ezt, és ezt is szoktam használni, jöjjön egy csipa, hogy én mit szoktam használni csipánál, elsősorban hol vagy fókusz, igen, mert én rásolós csipa vagyok, és belefutok akciókba, és akkor számít az, hogy ne tudjanak gyakorlatilag, hát ha van még esélyem, hogyha belém lőnek, és a fegyver nem ránt le annyira a célról, és még el tud találni az ellenfelet. Faster aiming számomra csipánál szintén elengedhetetlen. Újra töltés hol igen, hol nem, attól függ, hogy milyen kedvem van. Ez lenne a két fő perk gyakorlatilag, ezeket szeretem használni csipánál, hogy innentől kezdve már mit rakunk be, az igazából halál mindegy. Én még beszoktam rakni a gyors kezet, mert szeretek mindig gyorsan újra tölteni, Call of Duty egy gyors játék, így aztán jó, hogyha gyorsan tudsz újra tölteni. Innentől kezdve Gambler azzal szülesz be, amivel jól esik, és igazából bármelyik perk hasznos lehet. Ilyenkor jól jön a Gambler, de rakhatsz egy Resilience, bármit rakhatsz, ami az egyes kockában van, és úgy gondolod, hogy neked a játékodat elősegíti. De a fő perkek ezek lennének. Nos, csipa legyen mondjuk egy shotgun. Ja, csipára attachmenteknek mit szoktam még berakni? Egy... Variable zoomot és armor piercinget, köszönöm szépen, csipával jó vagyok, mert magas a sebzésük, és minden viszonylag kiegyenlítődik, amíg látják, akkor is damage range, és kész, el van döntve a csipa. Shotgun kifejezetten egy rusher dolog, mit szoktam hozzá berakni, muzzle break-et mindenképpen, amúgy a range miatt, és egy gripet. És ez a kettő. Köszönöm szépen. Milyen perkeket szoktam berakni? Slate of Hand, esetleg on the go, de nem muszáj. Gyakorlatilag ready up-ot, mert úgy szoktam MV2 utáni kodokban a shotgunoknál érdemes szemre emelni, magyarul is célozni. Én például úgy szoktam célozni shotgunnal, hogy egyszerre nyomom le mind a két egérgombot, ezáltal egy quickscope-szerűséget keltve, és ezáltal fókuszálva a célra, de ez a három perk gyakorlatilag elengedhetetlen. Végülis az on the go-tól az annyira nem. No, a steady aim az szükséges igazából, és dead silence, mert hogy rásolok, és egy takedown például. De ez a kettő, a state of hand és a ready up elengedhetetlen, plusz a steady aim, mert sokszor lövünk nozumban is. Dead Silence, ha ke akarod, igen, ha akarod, nem, és a Takedown is, ha akarod, igen, ha akarod, nem, de ezek lennének a fő shotgun perkek nálam. Mindenki döntse el maga, hogy csinálja, mi maradt, miért submachine gunok, többnyire mindenkinek rásolós perkek, az annyira nem érdemes szót figyelni rá. Maximum Riflesnél gyakorlatilag Iron Sightot szoktam használni legtöbbször, vagy Red Dot Sightot, és gyakorlatilag mindegy, legyen egy muzzle break, mert ezek erős fegyverek, mit rakunk be ehhez, gyakorlatilag fast reloading mindenképp, és steady aim, ez taktikusabb játékosoknak ajánlott, ezek a fegyverek, illetve kempelősebb emberek nem erősek, és Deadeye nem, Deadeye ide nem kell, tök fölösleges. Ez a kettő gyakorlatilag, és megvan oldva. Quick draw, fast framing legyen, ez végül is tényleg tud hasznos lenni, és mondjuk egy takedown, de a lényegi perkek itt lennének. Számomra a State of Hand az elengedhetetlen, de itt te eldöntöd, hogy mit szeretsz inkább, de akkor úgy mondom, hogy a lényegi perk, a Steady Aim itt is az tud lenni, mert tudsz szorult helyzetekbe kerülni.
Nos, ennyi lett volna röviden ez a műsor, remélem hasznosan telt, és megértettétek, hogy hogy működnek a perkek, illetve tetszenek az én perk összeállításaim, hogy amiket én szoktam használni, és mint még egyszer mondom, nagyon lényeges, a perk nem fog segíteni abban, hogy te jobban játszál. A jobban játszás az segít, ha napi egy órát legalább leülsz és gyakorolsz, nem fog segíteni abban, hogy jobban céloz a perk, egyedül arra való, hogy kiegyenlítse a játékosok közötti különbséget, több-kevesebb sikerrel, de mint mondom, hogyha már egy olyan szintű játékos vagy, tök fölösleges már perkeket beállítani, mert nem kell, nincs rá szükség, mert jól játszol, és próbáld ki magad is, vedd ki az összes perket, és nézd meg, hogy tudsz, és jól játszol. Szóval a perkek hasznosak is, meg nem is igazából, úgyhogy mindenki döntse el, hogy szereti őket használni. Én így használom, én elmagyaráztam azt hiszem legjobb tudásom szerint, hogy mire jók a perkek. Remélem élveztétek a műsort. A következő videóban elmagyarázom a Dead Eye működési elvét, illetve egyik challenge-et, amivel úgy éreztem, hogy meggyőlt a bajotok, és ez lenne a pedig a Point Blank. Szóval hogyan kell azt a challenge-et megcsinálni. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!